Jó évet zárt tavaly a használt autó piac, hiszen mintegy 12%-kal nőtt az eladások száma, az egy évvel korábbihoz képest. Az új gépkocsik eladása is emelkedést mutat, bár a 2008 környékén értékesített autók számához viszonyítva még mindig elmarad. A kormány új intézkedései az autópiacra is pozitív hatással lehetnek. A kormánynak az új intézkedéseit tekintve, amiket most akár most hoztak így a építőiparra nézve, hogy azért sok munkát és sok pluszbevételt fog eredményezni az új intézkedések, amik az autópiacra is kihatásra lesznek biztosan, hiszen több olyan kisvállalkozó, nagyvállalkozó van, aki az munkához jut most per pillanat, pluszbevételt, plusz nyerességet fog termelni, és ezt valószínűleg majd az autóipar is meg fogja érezni így pozitív hatással. A használt autó piaca még nagyobb fellendülést mutatott tavaly. Egyrészt sok olyan gépkocsit hoznak be külföldről, amelyeknek kétes az eredete és a műszaki állapota sem megfelelő, másrészt viszont nagy az igény a minőségi használt autókra, melyek életkora 1 és 4 év között van jellemzően. Aki minőségi magyarországi használt autót keres, arról nagy igény van egyébként, és ebből kiindulva látszik az, hogy olyan jelenség indult el a magyar autópiacon ezek az autókra, ami máshol az unió tekintetében nem volt még, hogy sok autónál az autóárai nemhogy csökkennének használt autóknál, hanem stabilan tartják, vagy éppen egy picit emelkednek is. Ez persze azok az autókra igaz, amik a piacon jóskán keresettek, és mind a család igényeknek, mind a céges igényeknek megfelelnek. A Skoda Octavia például mind a családi, mind pedig a céges igényeknek megfelel, és az árát is jól tartja. A szakember szerint a következő 3-4 évben is jó időszak elé néz az új és a használt autók piaca egyaránt.